Munkád van ebben a Riói olimpiában? 20 éve csinálom, és tényleg az a durva, hogy 9 éves korom óta nekem teg ez volt az álmom, hogy ez összejöjjön. És minden nap nekem teg eszembe jutott, hogy ez legyen a fő cél, ezért kell küzdeni, és nekem nagyon nagy hát segítség és példa is volt, amit a PAU mondaniék elértek 4 évvel ezelőtt, mert bebizonyították, hogy tényleg a kemény munkának meg lesz a gyümölcse. És hát ők tényleg igazi példaképek, és fel is lehetett rájuk nagyon nézni. Nehéz volt ez az időszak, míg eljutottunk idáig, mind fizikailag és lelkileg is, de nagyot küzdöttünk, nagy meccs volt a versenyen, ugye igazából 2 válogatón is sikerült nyerni, és hát a lényeg, hogy tényleg sikerült elérni ezt az óriási célt. Maga Kati néni nyilatkozta azt, hogy ősszel neked azt mondta, hogy próbálkozz valami más egységben, vagy a 4-esben biztos, hogy nem fogsz kijutni az olimpiára. Ez tényleg megtörtént? Tényleg így volt? Megtörtént, ősszel leültünk beszélgetni. Én nekem az volt a véleményem, hogy van esélyem 4-esben oda kerülni. Ő akkor tényleg nem így látta a dolgot, és hát tényleg úgy alakult akkor, hogy szétválnak útjaink. Mert én mindenáron meg akartam próbálni 4-esben, hogy legalább a versenyre odaállhassak, amire mondta Kati néni, hogy ő nem szeretne még egy 4-est készíteni. És igazából így kénytelen voltam csapatot váltani, és tényleg azt tudom mondani, hogy megérte, és tényleg óriási köszönet a Vasasnak és a vezetőségnek, hogy támogattak mindenben. És azért azt veszük, Kati néni is egy nyilatkozatában most, ahogy olvastam, végül is elnézést kért, vagy megkövetett téged, tehát ő is belátta, hogy esetleg lehetett valami máshogy. Hát igen, belátta, én is olvastam azt a nyilatkozatot, nem beszéltünk egymással. Tényleg azt tudom csak mondani, hogy ez egy jó döntés volt teljesen részemről, mert hiába mondhatjuk azt, hogy a világ legsikeresebb edzője Kati néni, és szerintem a legerősebb férfi csapat volt ott nála, ha maradok a csoportban, akkor nem lett volna esélyem kijutni az olimpiára. Nekem nagyon sok újdonság volt az eddigiekhez képest, így a felkészülésre, főleg télen. Igazából a Ceglédi Gábor vezetésével mind a futóedzések, az úszás, és igazából leginkább a kondi edzések, amiket Hadvina Gergő tartott. Ott volt nekem a legnagyobb újítás, hogy sokkal több izomcsoportot mozgattunk meg, mint eddig bármikor, mióta kajakozom. És szerintem ez nagyon sokat használt, hogy ebben is egy ilyen teljes újítást csináltunk. Hát a tavasz az még nehéz volt. Ugye akartunk 4-est menni mindenféleképpen, de még nem volt meg az, hogy kivel. Próbálgattuk csapaton belül is, nem is volt rossz, de nekem jött ez a lehetőség, hogy a honvédos srácokkal kipróbálhatom, megkerestek a első válogató után. Hát és természetesen éltem ezzel a lehetőséggel, hogy egy ilyen esélyes 4-esnek a tagja lehessek, és hát sikerült is. Hogy néz ki, ilyenkor felfigyeltek rád 1-esben, meg párosban, ahogy mentél, vagy hogy zajlott ez a megkeresés? Igen, ugye az első válogatón 1-es párost indultam 1000 méteren, 1-esben egy 5. helyet értem el, párosban 3. lettünk, és akkor úgy látták a honvédos edzők, illetve a szakosztályigazgató, hogy azért elég jó teljesítettem, bizonyítottam. Ugye úgy, mint szerintem az elmúlt években is azért ott voltam legelől az élmezőnyben, tavaly is 1-esben azért 2 második helyet sikerült elérnem. És szerintem nekik az volt igazán a meggyőző, hogy ez minden futamban bizonyítottam azt, hogy nagyon jól el tudok indulni, és végig is bírom a pályát.
hogy azért annak ellenére, hogy ezres vagyok, nagyon gyors kezű tudok azért lenni. És azért négyesben fontos, különösen a hátsó lyukakban. Nekem már elég nagy rutinom van azért itt csapathajókban, és azért azt már érzi az ember első vízre szállásnál is, hogy ez most jó lesz, nem lesz jó. És nekünk már elsőre az volt, hogy ezzel van keresni valunk ebben a mezőnyben. Hát és azért nehéz fába vágtuk a fejszénket, mert szerintem az elmúlt 4-5 év legjobb, legstabilabb négyesét kellett megverni, ugye a Paumondaniékat. Ez nagyon nagy kihívás volt, és szerintem óriásokat is meccseltünk ezen a két válogatón velük. Igazából a barátság, a baráti viszony az megmaradt. Ugyanúgy beszéltünk egymással, néha átmentünk egymáshoz esténként, megnéztünk egy-egy filmet. Szóval igazából olyan szempontból nem változott sok minden, mert eddig is az volt, hogy egymás ellen versenyeztünk. Csak akkor egy csapaton belül edzettünk Katinénél, most más edzőnél készülünk. Ugyanúgy az a cél, hogy a legjobbak legyünk. Úgyhogy szerencsére nem okozott problémát ez, hogy mi most külön edzünk tőlük. Jól tudom, most a második válogató után is átmentél hozzájuk, azt mondtad, akkor miről beszélgettetek? Hát átbeszéltük a futamot, ők mit éreztek, nekünk milyen volt, a Zoli kérdezgetett egy-két dolgot így távon belül, nekünk hogy ment, hol erősítettünk rá egy kicsit, így átbeszéltük kicsit így a taktikákat. Gratuláltak. Nagyon-nagyon korrektek voltak, rendesek, de hát ők mindig is azok voltak. Úgyhogy tényleg nagyon jó baráti viszony van továbbra is velük. Amikor a ruhákat megkaptuk, akkor kezdett egy picit így már derengeni a dolog, hogy ezt tényleg megcsináltuk, és azóta minden nap egy kicsit jobban fogom fel a dolgot, de még mindig nem sikerült teljesen, hogy megvan ez az olimpia. Mi nem a olimpiai faluban fogunk lakni, majd egy másik hotelben fogunk szállást kapni közelebb a versenypályához. Most ugye sokat beszélnek arról, hogy a kinti körülmények milyenek, hogy nem túl biztonságos azért az utcára kimenni. Emiatt azért nem aggódok, mert szerintem azért vigyázni fognak ránk, meg azért sokat nem fogunk lófrálni. Ma délelőtt is eveztünk egy ág végét, ez 26 kilométer. Hát ami nagyon sokat kivett, úgyhogy nem is tudom, lesz most nagy pihenés. Hát fontos ez, kicsit újra összeálljon a technika. Nekem most új lapátom is van, azon is sokat kell állítanom. És ez pont arra jó, hogy megérezzem az apró pici kis részleteket, amiket még nekem be kell lőnöm a lapáton. Szerintem jövő héttől elkezdünk azért már keményebbeket hajtani, egyre több négyes edzésünk is lesz majd. Hát és akkor ugye a harmadik héten már biztos, hogy azért már hegyezés lesz. Pici változtatás volt, ugye a Ceiner Benji meg én is egyel előrébb ültünk, mert hát a Sominak az fix volt, hogy neki a negyedik lyukba kerülnie, mert nagy darab is, tényleg erős is, elbírja. Hát és érezzük, hogy jön hátulról az erő, én is azért jól rendben vagyok most erőnlétileg. Úgyhogy a Hufi alá tudjuk nyomni rendesen a hajót, szokott is viccelődni, hogy igazából elől neki nem is kell csinálni semmit, csak vezényel, karmesterkedik. Úgyhogy jó az egység, jó lesz. A maximumot ki tudjuk hozni, szerintem reális cél lehet egy dobogó, legalábbis nekem az az álmom, illetve láttuk tényleg, hogy a Daniéknak is sikerült ezt megcsinálni. Nem tudom, hogy mennyiben változott azóta a négyes mezőny, az biztos, hogy kőkemény, és tapasztaltuk is az Európa bajnokságon, hogy azért itt már nincsenek könnyű egységek, itt minden egyes helyért meg kell küzdeni. Az biztos, hogy annál jobban fogunk szerepelni. Szerintem, ha egy-ötbe benne vagyunk, azzal már nem okozunk szégyen, de természetesen dobogós eredményt szeretnénk elérni.